Jászent László község önkormányzata fontosnak tartja a közösségépítő rendezvények támogatását. Éppen ezért, mikor Novikovné Kriszti megkeresett minket azzal, hogy egy szüreti jótékonysági főzést, illetve felvonulást tervezne, akkor nagyon szívesen álltunk a rendezvény mögé. Ezt a háromnapos programot október első hétvégéjén szeretnék megrendezni itt a Petőfi utcán. Nagyon nagy örömmel fogadtuk fonóklubként, hogy amikor megkerestük az önkormányzatot, mögénk álltak, és meg tud így valósulni egy jótékonysági főzés, ami a Petőfi utcán fog zajlani október 7-én. Úgy indult, hogy segíteni szeretnénk, de ezt úgy szeretnénk tenni, hogy akik ebben részt vesznek, érezzék jól magukat, illetve feltett szándékunk volt az, hogy a falak közül kivigyük az utcára picit a rendezvényeinket, hogy a helyieket meg tudjuk valamilyen módon szólítani, és részévé váljanak ennek a helynek, hiszen ezért hoztuk létre. Nagyon sokat kutakodtunk a Helytörténeti Egyesülettel közösen, hogy vajon mi lehetett itt régen a tradicionális étel, amit főztek eleink. Nem nagyon találtunk ilyet, és a hagyományőrzés az elsődleges számunkra. Így kézenfekvő volt, hogy a magyar népmeséből merítünk, így lett kőleves főző. Minden jó érzésű ember szeret segíteni a másikon, és én magam is fontosnak tartom, hogy ez olyan helyre kerüljön majd mindig, ahol szívesen fogadják, és valóban hasznát is veszik. Odáig jutottunk, hogy ebből nem egy nap lesz, hanem három, ami pénteken fog kezdődni, egy helyi képzőművészekből, illetve művészek munkáiból lévő kiállítással. Itt a Tulipáncukrászdában átvonulunk együtt a művelődési házba, és ott Lajkó Gergő előadását fogjuk meghallgatni a betyárvilágról. Ez lesz a péntek maga. Szombat pedig hát maga a fő program, ami a Petőfi utcán fog megvalósulni. Az, hogy miért a Petőfi utcán, nyilván a fonó maga itt van, tehát ez adott volt, hogy szeretnénk, ha itt, illetve ahogy mi itt rendezkedtünk, ezt meg is mutatnám, találtunk egy 1967-es fotót, ami szerint legalábbis úgy sejtjük, hogy ez is egy szüreti felvonulás volt, tehát itt már 67-ben is voltak programok ebben az utcában, illetve a gyerekkorunkból nagyon sokan emlékszünk arra, hogy maga a búcsú is itt volt. Úgyhogy így adott volt, hogy itt történjen maga a rendezvény. Várjuk szeretettel főzőcsapatok jelentkezését, 9:30-tól kell elfoglalniuk a helyüket. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy egyébként már nagyon sok baráti társaság jelentkezett, hogy szívesen főznének, és szívesen részt vesznek ebben a jótékonyságban. Egész nap programok várják az ide látogatókat, illetve kézműves vásár lesz. Maga a szüreti felvonulás is elindul a főzéssel párhuzamosan a művelődési ház elől, és hát minden bizonnyal, mire megérkeznek a felvonulók, készen lesz az ebéd is. A nap befejezéseképpen pedig már hagyományosan viseletes táncházat rendezünk. Ugye három napról beszéltünk, már maradt a vasárnapunk, a 8-a, ami szentmisével fog kezdődni, és délután 2-kor pedig szeretettel várunk megint itt a Tulipáncukrászdában mindenkit, mert egy népmesevetítés, illetve felolvasás lesz, amelyet pedagógusok, illetve diákok fognak felolvasni, és hát a meglepetés, most elmondom, és már nem lesz annyira meglepetés, jön a királyi szakácsok közül a mezei úr, aki pedig óriás palacsintát fog sütni a gyerekeknek. Úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel október 6-án, 7-én és 8-án is.